Nincsen gerincben semmiféle fém, pacemaker nincs a fejvezetében. A Magyar Vöröskereszt ingyenes szűrővizsgálatán a résztvevők rövid idő alatt több tekintetben is képet kaphattak egészségi állapotuk mienségéről. Az egészségem se tökéletes, aztán most ezt a lehetőséget megragadtam, itt van a helyben, és több vizsgálatot elvégeznek, úgyhogy ezért jöttem el. A Mezei István Művészeti Központban rövid regisztrációt követően vércukor és koleszterin szintmérésen, csontsűrűségmérésen, szájüregi szűrésen vehettek részt az érdeklődők, akiknek lehetőségük volt EKG-t és testösszetétel analízist csináltatni. Itt ebben a vármegyében Ózdon lesz egy multifunkciós egészségpont, aminek a kialakítása folyamatban van, annak a felszerelése, az eszközei beszerzése folyamatban van, és ez egy folyamatos lehetőséget ad arra, hogy például a vármegye állandó véradóhelyszínt alakítson ki, és egy olyan szűrési állapot felmérési központot, aminek egy nyitvatartás idejében a lakosság érkezhet oda vizsgálatokra. Miért kellett EKG-t készíteni, amikor készült nemrég? Ahogyan azt az ország 10 helyszínén zajló szűrőnapok tapasztalata mutatja, a program iránt óriási az érdeklődés. A szakmai vezető szerint azonban a kazincbarcikai helyszínen jelentek meg a legtöbben. Meg a mai nap egy különleges, hiszen ilyen méretű és ilyen széleskörű együttműködésben valósul meg ez az egészségnap. A jelentősége az, hogy olyan ingyenes szűrővizsgálaton vehetnek részt azok, akik regisztráltak, vagy akik eljönnek hozzánk a mai napon, vagy eljöttek hozzánk, amely azt gondolom, hogy fontos abból a szempontból, hogyha bármilyen olyan probléma kiderül, akkor az időben felfedezésre került, és nyilván jóval nagyobb eséllyel gyógyítható, vagy kezelhető az a probléma, ami itt ma előhet. Nyáron a kazincbarcikaiak többször találkozhatnak majd a Vöröskereszt önkénteseivel, hiszen ahogyan azt Grubert Roland, a szervezet vármegyei igazgatója elmondta, több egészségfejlesztő és megelőzést célzó programot is terveznek még.